Megemlékezés, a kommunizmus és a Pócs Petri ügy áldozatai kiálltak hitük és egyházuk mellett hangzott el a település ünnepségén. Szakmai tanácskozás megtartotta éves jelzőrendszeri konferenciáját a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ. Endometriózis, a mai nőgyógyászat egyik legkülönösebb betegsége, döntően a fiatal, termékeny életkorban lévő nőket érinti. Nem csak vagyonunkat, hanem hitünket és kultúránkat is fel akarták számolni a bolsevisták 71 évvel ezelőtt, emelte ki beszédében az emberi erőforrások minisztere Pócs Petriben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A kommunizmus és a Pócs Petri ügy áldozataira hivatkozva Tamás György polgármester azt hangsúlyozta, őseinkre méltóképpen kell emlékezni, amiért kiálltak hitük és egyházuk mellett. Erdő Péter bíboros celebrálásával, szentmisével emlékeztek a kommunizmus és a Pócs Petri ügy áldozataira a településen hétfő délután. 1948. júniusában Pócs Petri lakói az egyház tulajdonában álló iskola államosítása ellen léptek fel. A megmozduláson egy rendőr őrvezető életét vesztette. A perben a falu plébánosát Asztalos János nevezték ki felbújtónak, és az aljegyzőt Királyfalvi Miklóst pedig a gyilkosnak. Őt június 11-én kivégezték, a plébánost pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A per bemutatta a koncepciós perek sajátosságát. Legfelső vezetők irányították, komoly propaganda kísérte, a jogi követelményekkel pedig nem törődtek. Pócs Petri többek között ezért is jellemzi leginkább az áldozat és a hűség fogalma. A Szent Mise végén az emlékezés koszorúit is elhelyezték a templom falain, Asztalos János emléktáblája alatt. A 71 évvel ezelőtt történt eseményekre ünnepi műsorral emlékeztek a településen. Pócs Petriben nem maradt el a szigorú megtorlás, a kínvallatások, szinte végigverték az egész falut, 72 órán belül kivégezték a segédjegyzőt, rákényszerítve a bűncselekmény elvállalását. Szenvedett az egész falu, mert szinte minden családnak volt hozzátartozója, bebörtönözve, ellehetetlenítve. A súlyos bélyeg évtizedekig rajta maradt a településen, és ez az állapot csak 1990 után oldódott fel, mikor per újra felvétel során a bíróság kimondta, hogy nem történt bűncselekmény, az elítélteket felmentették a vádalók. A bolsevisták a háború és megtorlás után nem csak a materiális javainkat és vagyonunkat akarták felszámolni, hanem a lelkünket, a hitünket és kultúránkat akarták megsemmisíteni, emelte ki beszédében Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Köszönöm azoknak, akik felújították a pert, ami egy egyedi rehabilitáció volt. Én szívem szerint azt mondtam volna, hogy egyetlen egy törvényben mondjuk ki, hogy minden törvény, ami a diktatúra alatt született, hatályát vesztette. Én úgy gondolom, hogy Pócs Petri emlékezzék. A történelmi, a spirituális elégtétel megtörtént, az áldozatról iskola van elnevezve, Herceg Prímás urunk ott áll a szentség küszöbén, nekünk pedig nincs más dolgunk, mint hogy elgondolkodjunk itt, gondoljuk végig azt, hogy mi történt, és próbáljunk meg mindezekből okulni, hogy ne ismétlődhessék meg. A településen történt tragédia helyszíne, Pócs Petri jelenlegi polgármesteri hivatala, a volt Irinyi Kúria hivatalosan is történelmi emlékhely lett 2018-ban. Kapja vissza a régi nevét az Országzászló tér, és újra Horthy Miklós térként szerepeljen Nyíregyháza életében, ezzel is emlékezve a népért tett tevékenységére. Ezt emelte ki sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk mozgalom helyi elnöke. Kovács Koppány Zoltán úgy véli, a kommunizmus időszakát nem sikerült úgy lezárni, hogy bizonyos személyek megfelelő büntetést és elmarasztalást kaptak volna. A párt szerint azokról kellene megemlékezni, akik igazán sokat segítettek a kommunizmus felszámolásában.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós tudnám kiemelni, aki minden erejét latba vetve küzdött a kommunizmus ellen, és küzdött a kommunizmus megismétlődése ellen. Gyakorlatilag az ő személyének megítélése elég változatos. Én úgy gondolom, hogy a kormányzó tevékenységét, a magyar nép érdekében végzett tevékenységét és eredményét kell nézni és ezt méltatni, és minden jog megvan arra, hogy ezt az utókor elismerje. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a prevenció szociális tevékenységre a szakemberek. Tavaly több mint 1700 jelentés érkezett a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központhoz a jelzőrendszeri tagoktól. Ezek főleg kiskorú veszélyeztetésére vonatkoztak, de 1500 esetben hatósági feladatokat is el kellett látni a szervezetnek. 2016-ban alakult át a megyeszékhely családsegítője, azóta Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ néven működik. Jelenleg 100 fővel végzik tevékenységüket, melynek elsődleges célja ma már az, hogy minél kevesebb eset jusson el hatósági szintre, és egyre hangsúlyosabb legyen a preventív jelleggel végzett szociális tevékenység. A tavalyi évben elmondható, hogy közel 7000 fővel léptünk kapcsolatba, akik valamilyen szociális problémával keresték fel az intézményünket. A jelzőrendszeri tagoktól pedig 1745 esetben érkezett jelzés kiskorú veszélyeztetése témakörben. Én azt gondolom, hogy a hatósági munkánk sem volt kevesebb a tavalyi évben, tehát közel 1500 esetben kellett hatósági jellegű feladatokat végeznünk, de talán még ennél is nagyobb az a szám, ami a szolgálat szintjén megjelent, hiszen körülbelül 2000 családdal léptünk kapcsolatban, akiknek valamilyen úton, módon szociális problémáikon segítettünk, és még ennél is nagyobb az a szám, akik legalább egyszer kapcsolatba léptek velünk. A kiskorúak veszélyeztetése tekintetében a leggyakoribb probléma az érzelmi és a fizikai elhanyagolás, míg felnőttek esetében az anyagi, életvezetési és mentális problémák állnak a lista élén. Számunkra fontosak a családok és a gyerekek, attól függetlenül, hogy van egy érdemleges előrelépés, hiszen a háztartási panelkutatás kimutatta azt, hogy a Nyíregyházán javultak az életkörülmények, jól megfogható módon javultak az életkörülmények, de én azt gondolom, hogy egy hátrányos helyzetű gyerek is sok, és egy gyermekért is meg kell mindent tenni, azért, hogy megfelelő legyen az ő szellemi és testi fejlődése. Tavaly szeptembertől óvodai és iskolai szociális segítő munkát is végeznek a központ szakemberei. Ez azt jelenti, hogy 1000 gyerekenként egy fő szociális segítő áll az oktatási és nevelési intézmények rendelkezésére a nyíregyházi járásban. A cél, hogy minél kevesebb legyen az iskolai hiányzás és a középiskolai lemorzsolódás. Az endometriózis nem rossz indulatú elváltozás, mégis a mai nőgyógyászat egyik legkülönösebb betegsége. A statisztika alapján a gyakorisága is jelentős. Egyes adatok szerint a 20 és 50 év közötti nők akár 20%-át is érintheti. Magyarországon nagyjából mintegy 200 000 érintetről tudnak. Ez az adat világszinten 70 millió. Az endometriózis a fogamzóképes lányok és nők, főként nőgyógyászati betegsége. A betegség okozta elváltozások érinthetik a méh izomzatát, a méhen kívüli belső és nemi szerveket, így a petefészket, petevezetéket, hüvelyfalat, húgyhólyagot, húgyvezetéket, májat, vesét, tüdőt és a bélrendszert is. Az endometriózis az a méh üregén kívül található méhnyálkahártya. Ez különböző területeken található meg az emberi szervezetbe, főképpen a kismedencei szervek lehetnek érintettek, de már találtak hashártyán, tüdőn, májon elég sokféle fajta endometriózis szövődményt. A veszélyeztetettek csoportjába tartozik minden második nő, akinek fájdalmas a menstruációja, akinek kismedencei fájdalmai vannak, fájdalmas a szexuális élete, valamint jellemző tünet még a meddőség is. A statisztika alapján jelentős a betegség gyakorisága. Egyes adatok szerint a 20 és 50 év közötti nők akár 20%-át is érintheti. Ez Magyarországon mintegy 200 000, világszinten csak nem 70 millió nőt jelent. A képalkotó eljárások, mint például az ultrahang vagy az MRI nem minden esetben tudja kimutatni a betegséget, ez még inkább nehezíti a diagnosztizálást. Maga az endometriózis
nagyon sok időt vesz igényben. Mivel nem tudjuk, hogy milyen betegségről van szó, ezért átlagosan 10 év, Magyarországon minimum 4-5 év, mire egyáltalán kiderül, hogy erről a betegségről van szó, addig átlagosan 7 nőgyógyászhoz megy el egy nő ezekkel a panaszokkal, mire egyáltalán kiderül, hogy az endometriózis áll a háttérben, ezért eléggé súlyos problémák is már kialakulhatnak, mire egyáltalán kiderül, hogy mi az a betegség, ami okozza ezeket a tüneteket. Hogyan tudják ezt kezelni? Különösen, amikor már nagyon sok érintett szerv kerül szóba. Hát elsődlegesen is műtéti eljárással lehet, hiszen ezeket a gócpontokat vagy összenövéseket elsőnek ugye meg kell szüntetni ahhoz, hogy akár egy meddőségnél ugye tudjanak segíteni, hogy később gyermekáldás lehessen, vagy hogyha esetleg cisztáról van szó, és még nem szeretnének gyermeket, akkor ugye a hormonális és a gyógyszeres kezelések segíthetnek, de jelenleg, ami meg tudná gyógyítani, nincs, csak tünetileg kezelhetőek. A kiújulási arány is nagyon magas az endometriózis esetében, évente kb. 10%, ami azt jelenti, hogy 10 év alatt ismét kialakul a betegség. A kialakulás rizikófaktora lehet a stresszes életmód, de ajánlott elkerülni a vörös húst és a cukrot, mivel ezek gyulladáskeltők lehetnek a szervezetben. Tovább csökken Magyarország népessége tavaly, nőtt a népességszám természetes fogyása, miután a halálozások száma emelkedett. A születéseké pedig csökkent az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly a születések száma 1,9%-kal, a halálozásoké 0,4%-kal kevesebb volt, mint 2017-ben. A természetes fogyás 3%-kal emelkedett az előző évhez képest. 2018-ban 89.800 gyermek született, azaz 1777-tel kevesebb, mint 2017-ben. A gyermekvállalási hajlandóság nem változott, a születésszám a szülőképes nők számának visszaesése miatt csökkent, írták. A közlemény szerint 2018-ban 131.100-an haltak meg, vagyis 574-jel kevesebben, mint 2017-ben. A legnagyobb arányú 22%-os csökkenés januárban volt. Még márciusban 15%-kal több halálozás következett be 2017 azonos hónapjaihoz képest, tette hozzá a KSH. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztályának munkatársai gyanúsítottként kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették azt a 47 és 19 éves ukrán állampolgárságú férfit, akiket Tyukod és Csengerújfalu belterületén embercsempészés közben fogtak el február 23-án 23 óra 20 perc körül. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 8 illegális migránst a román-magyar államhatártól Nyugat-Európába szállítottak volna tovább. Sorozatban 6. bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 20. fordulójában játszott találkozón 111-80-ra győztek Bonyhádon. Szerdán a PVSK csapatát fogadják a nyíregyháziak a Continental Arénában. Nagyszerűen kezdett a sereghajtó Bonyhád otthonában a nyíregyházi együttes, az első negyedben 35 pontig jutva 17 pontos előnyre tettek szert a vendégek. A második 10 perc is hasonlóan alakult, a nyíregyháziak kitűnő százalékkal dobtak, így a nagyszünetig elérték a 71 pontot. Ezzel a fontos dolgok gyakorlatilag eldőltek, a folytatásban mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, de a két csapat közötti különbség nem változott. A két cápák végül 111 pontot dobva szerezték meg sorozatban 6. bajnoki győzelmük. Úgy kezdtük el ezt a találkozót, ahogy szerettük volna. Természetesen örülünk annak, hogy egy bonyhári győzelem már elvárás számunkra, és végre idegenben is tudunk úgy játszani bizonyos szituációban, ahogy kell. De azt hiszem, hogy ez a mérkőzés úgy alakult, ahogy szerettük volna. Nagyon szépen kezdték el a srácok a mérkőzést. Az első fél időben 65 vagy 68%-kal dobtunk,
71-72 pontot nem hiszem, hogy ennél többre lehetne számítani egy első fél időtől, vagy többet lehetne várni egy első fél időtől. Nagyon szépen játszottak a srácok, bizonyos dolgokat tudtunk gyakorolni is, úgyhogy nagyon örülök ennek a találkozónak. Az utóbbi időben látom már a csapat hozzáállásán azt, hogy tudnak koncentrálni, és tudnak jobban koncentrálni, mint korábban. Nagyon örülnék neki, hogyha ez így maradna a bajnokság további részében is, mert nekünk szükséges az, hogy bizonyos mérkőzéseket, fontos mérkőzéseket tudjunk nyerni idegenben is. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös MDK Török Bálint 72-63, PVSK Vasas Akadémia 75-83, Békés Budafok 85-100, Budapesti Honvéd MAFSZ 73-98, Oroszlány BKG Prima Ese 80-82 és Veszprém MAFSZ Miskolc 111-76. A nyíregyháziak szerdán délután 16:30-kor a PVSK csapatát fogadják. Elvárható természetesen a hazai győzelem a Pécs ellen, akármilyen játékos kerettel érkezik a Pécs, de azért nem kérdés, hogy komolyan kell vennünk, hiszen A-csoportos játékosokkal fognak hozzánk érkezni, akiknek van tapasztalatuk, akik jól játszanak, ráadásul Demeter Attila az egyik legjobb játékos a B-csoportnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést fognak látni azok, akik látogatnak, és szeretném kérni, hogy annak ellenére, hogy ez szerda, jöjjenek minél többen, próbáljunk meg jó hangulatot teremteni itt az arénában. Az NB egy piros csoportjának tabelláját a 100%-os Veszprém vezeti a 18-2-es mutatóval rendelkező MAFSZ és a 16-4-el álló Oroszlány előtt. A 14 győzelem mellett 6 vereséget szenvedő Nyíregyháza Blue Sharks az 5. helyen várja a folytatást. Folytatta a hibátlan idei sorozatát a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB egy 17. fordulójában idegenben 7-1-re nyert Sajó Bábony ellen, és pont előnnyel áll az élen a keleti csoport tabelláján. A nyíregyháziak szombaton a BKV előre csapatát fogadják. Kazincbarcikán fogadta a kiesés ellen harcoló Sajó Bábony a bajnoki címre hajtó nyíregyháziakat. A vendégek egyértelmű esélyesei voltak a mérkőzésnek, és végül magabiztosan érvényesítették is a papírformát. Az első párban Mogyorósi Péter 604 fával jelezte, hogy milyen céllal érkezett az NTK, és bár Kastyura Zsolt nem szerzett csapatpontot, már lépéselőnybe került a nyíregyháza. 1-1-re álltunk az első körben, de már 60 fával vezettünk, és ez már megalapozta a középső sornak a sikerét. Ekkor a Fehér Béla szintén 600 fa felett teljesített, magabiztosan hozta a fontos csapatpontot, míg mellette a megfázással küzdő Szegő Levente 60 dobásig bírta, aki szintén 600-as részeredménnyel fordult fél időben, és mindenképpen cserét kért, mert nem igazán bírta a úrításukat. Szóval Miki viszont beugrott helyett, és nagy nehezen, de mégis megcsinálta néhány fával a csapatpontot, és ekkor látszódott, hogy már 110 fával vezettünk 3-1 arányban, és a Hakker Dezsőnek, illetve jó magamnak már csak le kellett játszani ezt a mérkőzést, meg kellett tartani a csapatfát, azonban nem teljesen volt ez így, ugyanis a Hakker Dezső 564 fával megszerezte a csapatpontot, míg nekem is 561 fával szintén csapatpont került a nevem mellé, és így alakulhatott ki, hogy a papíron láthatóan kicsit egyszerűbb, de mégsem volt annyira egyszerűen ez a 7-1-es vendéggyőzelem. A keleti csoport tabellájának élén az NTK 26 ponttal, megelőzve a 24 pontos Eget és az egy meccsel kevesebbet játszó 23 pontos BKV előrét. A nyíregyháziak a következő fordulóban a BKV előrét fogadják. Mindenképpen egy fontos találkozó lesz számunkra, hogy tőlük is eltávolodhassunk, és azért még hozzáteszem, hogy az Eger is még lőtávolban van hozzánk képest, tehát még nem olyan egyszerű itt a végkimenetel, itt a bajnokság végeredményét tekintve. Most valóban egy nagyon fontos mérkőzés jön, úgy látjuk, hogy a BK előre hazai pályán nagyon necces mérkőzést játszott a Báton terenyét, éppen hogy csak meg tudta verni. Bízunk benne, hogy nincsenek még annyira jó formában, és mindenképpen a hazai pálya előnyét, illetve a nagy lendület tünket ki tudjuk aztán is egyértelműen csak is a hazai győzelem jöhet számításba. A nyíregyházi Teke Klub BKV előre mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Erdő Péter bíboros celebrálásával, szentmisével emlékeztek a kommunizmus és a Kócs Petri ügy áldozataira a településen hétfő délután. Nem csak vagyonunkat, hanem hitünket és kultúránkat is fel akarták számolni a bolsevisták 71 évvel ezelőtt, emelte ki beszédében az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette, köszöni azoknak, akik felújították a pert és kiálltak a szabolcsi település mellett.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ prevenciós tevékenysége. Ennek célja, hogy csökkentsék az iskolai hiányzásokat, a középiskolai lemorzsolódás, valamint a hatósági szintre kerülő ügyek számát. 2018-ban közel 7000 fővel léptek kapcsolatba a szakemberek érzelmi és mentális problémák kezelése érdekében. Világszerte mintegy 70 millió nőt érint az endometriózis, a mai nőgyógyászat egyik legkülönösebb betegsége. Döntően a fiatal, termékeny életkorban lévő nők számítanak a veszélyeztetett csoportnak, de akár egészen fiatal, 10-12 éves lányoknál is diagnosztizálták már. A statisztika alapján a gyakorisága is jelentős. Egyes adatok szerint a 20 és 50 év közötti nők akár 20%-át is érintheti. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 26-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Többnyire gyengén felhős idő várható, de kis területen reggelre alacsony szintű felhőzet képződhet. Csapadék nem lesz. Az északi szél több helyen is megerősödik, a Zemplén térségében viharos közeli lökések is lehetnek, majd az éjszaka második felében mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Szerda estig eleinte lehetnek erősen felhős körzetek is, majd délutántól kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 10 fok között alakul. A folytatásban változatos lesz a felhőzet, több-kevesebb napsütés minden nap várható, kisebb eső, zápor péntektől előfordulhat. Csütörtökre tovább enyhül az idő, az Alpokalja térségében akár 20 fokot is mérhetünk, majd péntektől hidegebb levegő áramlik fölénk, emiatt kissé gyengül a nappali felmelegedés.